Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Sokan megdöbbentünk azon a késő délutáni, kora esti híren, miszerint meghalt Velsz Tamás. Bár nem sokan ismertük őt, a nevét viszont igen, az elmúlt napokban vált ő ismerté, legalábbis a neve, Simon Gábor ügyével kapcsolatban. Ő volt az a férfi, akinek a lakásán házkutatást tartottak, és állítólag egy széfben, sőt olyat is olvashattunk, hogy a széfre egyenesen rá volt írva Simon Gábor neve, ami azért több, mint furcsa lett volna, ha ez így történt, de hát nem tudunk biztos információt. Szóval, hogy egy széfben megtalálták Simon Gábor hamis okmányait, és ezekkel a hamis okmányokkal, hamis afrikai útlevéllel nyitott Simon Gábor kérésére valaki számlát, hamis névvel, de Simon Gábor pénzének át, vagy Simon Gábor által berakott pénznek, vagy annak számára. Ezek után vették ugye őrizetbe Simon Gábort. Nos, Velsz Tamást ma állítólag kihallgatásra vitték, és a rendőrautóban rosszul lett, meghalt. Mondom Önöknek, vagy olvasom a BRFK közleményét, beszéltünk az ügyészséggel, beszéltünk a BRFK-ral, mert a BRFK nyomoz, vagy folytatja az eljárást. A rendőri eljárás során 2014. március 20-án a fővárosban életét vesztette egy 41 éves budapesti férfi. A haláleset körülményeit a budapesti rendőrfőkapitányság 5. kerületi rendőrkapitányság rendkívüli halál eseti osztálya vizsgálja. Tudom is mutatni a közleményt, hogyha a kollégák is látják a közleményt, a polisz.hu-n Önök is elolvashatják egyébként. Szóval a rendőrség ennyit közölt, beszéltünk az 5. kerületi rendőrkapitánysággal, a budapesti rendőrfőkapitánysággal, ennél többet nem mondanak. Tehát Velsz Tamásról van szó, annyit már tudunk, ezt egyébként az ügyészség megerősítette. Veres János a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok Önnek is, a nézőknek is. És hát mit mondjak, nehéz lesz most így elkezdeni a beszélgetést, ugyanis amikor Önt hívtuk késő, vagy kora délután, akkor még abban a téma kapcsolódik ehhez az előbb felvázolt ügyhöz, mert hogy Ön is szóba került, a Magyar Nemzet megírta, Index is megírta, tán Hír TV is, ott nem láttam, de akár így is történhetett, ha igen, akkor bólincsa, hogy állítólag Ön nevére kitöltött útlevelet is találtak Velsz Tamásnál, ezért hívtuk Önt. De hát aztán közben történt ez, amiről eddig beszéltem. Ön mit szól ehhez? Én két dolgot tudok mondani a dolog kapcsán. Az egyik az, hogy én az autópályán jöttem a műsorba, miközben kaptam azt a hírt a rádióban, a hírekből, hogy Velsz Tamástól a mai napon mi történt. Ezért én a dologhoz semmit nem akarok hozzáfűzni. Én azt tudom mondani itt is a nyilvánosság előtt, hogy ezt az embert nem ismertem, nekem semmilyen kapcsolatom nem volt vele, nekem nem ajánlott sem üzletet, sem útlevelet, és én nem kértem tőle útlevelet. Nekem Magyar Köztársaság által kibocsájtott útlevelem van jelen pillanatban is, és eddig életem során mindvégig az volt, és csak az volt. Ebből következően tehát a dolog viszonylag rövidre zárható lenne, de hát mégsem annyira egyszerű a történet. Azt gondolom, hogy lesznek majd, akik fognak azzal foglalkozni, hogy egy 41 éves férfi ember vajon egy rendőrség autóba milyen körülmények között hal meg, miért következik be a haláleset, de ez nem az én ügyem, nem az én tisztem, ezzel én nem kívánok foglalkozni. Én a magam ügyével kívánok foglalkozni, és azért kívánok vele foglalkozni, mert az is tanulságos. Ugye egyrészt szeretném rögzíteni, hogy itt a médiában Simon ügyről beszélnek sokan régen, stb. Egyrészt jelzném, hogy nem csak egy Simon ügy van, hanem két Simon ügy van, hiszen van egy olyan Simon ügy is, ami egy fideszes Simon képviselőnek az ügye, Szabolcs-Szatmár Bereg megyék képviselő van szó, aki 6 éve a mentelmi joga mögé bújva nem áll az igazságszolgáltatás elé, noha ott 5 személyt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek abban az ügyben. Ez a De egyik most beszéljünk pont. A szocialista Simon Gáborhoz kapcsolódó ügyről, és annak is az amit önt amit ön mondott, részéről. Ezt végül is senki nem merte ilyen módon számomra interpretálni, ellenben minden újságíró, aki megkeresett engem ebben az ügyben az elmúlt egy hétben, arra hivatkozott, hogy a nyomozásból származó információk alapján ők úgy tudják, hogy én is érintett lehetek az útlevélügyben. Na most ennek van ugye 3 momentuma. Az első, a nyomozást a központi nyomozó főügyészség folytatja ebben az ügyben tudomásunk szerint. Ezért is meglepő az, amit ön most itt a rendőrség hírek alapján olvasott, tekintettel arra, hogy ha a központi nyomozó főügyészséghez tartozó ügyről van szó, akkor más nem hallgathatja ki azt a bizonyos embert, mint ők hallgathatják ki. De én nem akarok ezzel vitatkozni. De a rendőrök ettől még vihetik az ügyészségre. Útközben vihetik, így van. Útközben vihetik, de ők nem hallgathatják ki.
Nem az volt a hírben, amik figyelte, de nem akarok ezzel vitatkozni. De várjon. Tehát állítólag azért a BRFK nyomoz, és azért 5. kerület, mert hogy ott veszítette életét, de ettől még az ügyészségre vitték. Volna kihallgatni. Az lehetséges, de az fölötté furcsa, hogy ha ebben az ügyben a központi nyomozó főügyészség az eljárásnak a vivője és a nyomozásnak a folytatója, akkor olyan nincs, hogy nem ügyészség nyomoz ilyen esetben tovább. Maradjunk csak ennyiben. De én csak azt tudom erre válaszolni, hogy szerintem elég furcsa az ami ebben a dologban. Az biztos, hogy az ügyészség viszi tovább. A rendkívüli halálesetet vizsgálja ez a BRFK. Ez van, de miután az ügyet érdemben befolyásoló esemény történt. Ezért legalábbis vitatható az, ami itt közleményekben megjelent. De lépjünk tovább. Az újságírók azt mondják a telefonbeszélgetések során, hogy ilyen hír szivárgott ki. Most erre én nem tettem más, mint azt, hogy megkérdeztem a központi nyomozó főügyészség vezetőjét, hogy ugyan mondja már meg, hogy szivároghat ki az ő nyomozásukról ilyen ügy, aki természetesen elhárította azt, hogy tőlük bármilyen hír kiszivárgott volna. Azaz azt tudom mondani, a mai napi beszélgetés alapján kizártnak tartja a központi nyomozó főügyészség vezetőjének, helyettese, akivel sikerült beszélnem, hogy ilyen hír tőlük származna, mármint aki az eljárás folytatja. Mármint olyan hír hogy például Veres János, vagy bárki más személy szerint érintett lenne a dologban. De annak érdekében, hogy ismerve a jobboldali média áskálódó, mocskolódó, előre hírt kreáló gyakorlatát, nekem ebben az elmúlt években elég sok tapasztalatom volt, ezért úgy döntöttem a tegnapi nap során, hogy a nyilvánosság elé fogok állni délután. Ez meg is történt. És én tartottam egy sajtótájékoztatót, amit az MTI hírek alapján elég sokan átvettek és le is hozták, amelyben ugyanazt állítottam, mint a beszélgetés elején, hogy nem ismertem az urat, nincs másuk levelem, mint magyar. Ebből következően azt is elmondtam persze, hogy ha ezzel ellentéteset próbál bárki állítani, az rögtön bíróságon találja magát, tekintettel arra, hogy én nyilvánossá tettem azt az információt, amely ebben az ügyben nekem rendelkezésemre áll. Na ezek után nem történik más, mint a mai Magyar Nemzet azzal jelenik meg címlapon, valamint harmadik oldalon, hogy Veres János is akart afrikai útlevelet, de elállt ettől a szándékától. Tudják, és ez milyen? Akart útlevelet, és elállt ettől nem, a szándékától? Nem, nekem eszembe is jutott soha az életemben, nincs okom rá, hogy én akarjak más útlevelet. Ugye én a Magyar Köztársaság útlevelével rendelkezem, ami valamennyi országában a világnak alkalmas és jó, és semmifajta olyan ügyem nincs, ami miatt nekem érdemes lenne más ország útlevelét megszerezve valamiféle nem tisztázott dolgot művelni. Akkor kérdezek konkrétumokat. Ha nem is ismerte Velsz Tamást, de akár közvetítőn keresztül valaha valamikor egy más ország útlevelét a saját nevére nem, meg akarta nem, szerezni? Nem. Akkor egy álnévre, már egy nem, Simon Gábris nem, álnévre. Nem. Van számlája a Magnetbankban? Nincs. Akart eltüntetni pénzt a nyilvánosság elől? Nem. Van olyan vagyona, amit eddig a vagyonbevallásában nem tüntetett fel? Nézzen ide. Én elég régen képviselői vagyonnyilatkozatot teszek, ez pontosan nyomon követhető. Mikor az elsőt tettem, akkor engem elég sokan megszóltak azért, hogy miért kellett nekem beleírni mindent ebben a nyilatkozatban, és én azt mondtam, hogy azért, mert nyilvántól van, közöbb adani élek, pontosan tudja mindenki, hogy nekem mi van, éppen ezért nem szabad ezt eltitkolni. Ez azóta is pontosan nyomon követhető, és soha senki nem tette kifogást tárgyával az ebben szereplő vagyonváltozást, annak mindig meg volt az alapja. Kérem, szóval nagyon egyszerű. Én régen szálka vagyok a jobboldali médiában azért, mert egyetlen egy ügybe se tudtak engem berángatni, én megnyertem a pereket ellenük, bebizonyosodott, hogy mindenfajta rágalom, amit velem kapcsolatban közöltek, hazugság volt, és megpróbálnak most egy olyan helyzetet teremteni, hogy egy védekező kényszerbe kerüljek én magam. Én nem fogok védekező kényszerbe kerülni velük szembe, ugyanis azt állítom, hogy nekem ehhez az ügyhöz semmifajta közöm nincs. Ha bárki bármilyen módon be akar engem ebbe rángatni, akkor az bizony a bíróságon találja magát. Tudja, ma 3.-20-án bélyegzett bírósági beadványt szeretnék itt bemutatni, ami alapján mind a Hír TV-t, mind pedig a Magyar Nemzetet bepereltük annak rendje és módja szerint, hiszen ők a mai napon velem kapcsolatban valótlanságokat tettek közzé, ezek a valótlanságok nem tűrhetik azt, hogy így hagyjuk. Sajnos tudom, az eljárás tovább fog tartani maga a parlamenti választás, sőt tovább, mint az európai parlamenti választás, de semmi más okot nem tudok mondani, mint azt, hogy megpróbálják személyemen keresztül, mint ahogyan a sejtetésben egyébként nem nevesítettem más szocialista képviselőkön, vagy szocialista politikuson keresztül is, a szocialista pártot, illetve az ellenzéket megpróbálják lejáratni ezek a bizonyos jobboldali erők. Én ma azt tudom csak mondani, hogy megalapozatlan szemétség, amit csinálnak, aljas rágalom, amit művelnek, és mindenki megy a bíróságra, aki valótlanságokat próbál állítani, se
sejtetni, vagy legalábbis azt sugalni, mint a mai lapban, mert ők mit írnak? Hogy de elálltam tőle. Tehát ez olyan, hogy 20 évvel ezelőtt valaki látott egy szép nőt, de elállt már tőle, hogy meghódítsa magának. Micsoda egy bolondság ilyen dolgokat egyáltalán megírni az újságban. Egyáltalán ilyennel nem másra jó, csak hírbe hozni valakit, ez csak arra jó. Ezért azt gondolom, hogy felháborít, amit megengednek maguknak ezek az emberek, nem nevezem őket újságíróknak, mert ők nem azok. Rágalmazók. Közben a kollégáim folyamatosan mondják az információkat a fülembe, állítólag a Novotel előtti mentőállomásra vitte a rendőrautó, a rendőrautóban rosszul lett Vesz Tamást. A mentősök sem nyilatkoznak, annyit közöltek csak, hogy valóban megpróbáltak egy 40 év körüli férfit újraéleszteni, de nem tudták a szívét újraindítani, nem tudták már újraéleszteni. Szóval ennyit tudunk a halál körülményeiről. Miközben hallgattam önt, és értem a felháborodását, majd a bíróság meg eldönti, hogy jogos felháborodás, avagy sem. De én már kicsit mélyebbre próbáltam gondolni, vagy az ügy mélyére gondolni. Ugye, már akkor is olyan furcsa volt ez az egész helyzet, hogy van egy Vesz Tamás nevű ember, akihez az érdi házába, ugye ez is megjelent, elmegy a rendőrség, ott megtalálja Simon Gábor hamis útlevelét. Simon Gábor felbújtó, de maga a hamisítvány ott volt egy férfi lakásán. Sőt, a hamisításban ez a férfi vett részt. Vesz Tamás ehhez képest a mai kihallgatásig, nem tudom, hogy kihallgatták-e, ma ugye elvitték és ki akarták hallgatni, de menet közben rosszul lett és meghalt. Szóval nem őt vették őrizetbe, nem ő került előzetesbe, hanem Simon Gábor, aki a felbújtó volt. Miről szól ez az ügy? Vagy mit semmi másról nem szól, mint a választási időszakban manipulálni a választókat, olyan látszatot keletkeztetni a szocialista pártról, hogy rájuk nem érdemes szavazni. Ezért én azt gondolom, hogy az egész eljárás maga egy koncepciós eljárás, az egész eljárásban, ami történik, az... De milyen koncepciós? Hát lefoglaltak útleveleket. Na de, bocsánat, látta-e már valaki ezeknek az útleveleknek a tartalmát? Valaki, hát most bizonyítékokat biztos nem fog a rendőrség hát igen, pontosan mutatni. Így van. Ezért kiszivárogtatott hírmorzsák vannak az ügy kapcsán. Na de a koronatanú ma halt meg. Hát ettől kezdve pedig azt csinálnak az ügyjel, amit akarnak azok, akik eddig is manipulálták ezt az ügyet. Nekem, ezt most hogy érti? Úgy, ahogyan mondtam. Tehát akik ezt az ügyet manipulálták, mert ez egy manipulált ügy elég nyilvánvalóan látszik, ezt követően azt fognak csinálni ebben az ügyben, amit ők akarnak. Bárki nevére kiállíthatnak. Bárki nevére kiállíthatnak az üres útlevelek között útlevelet, vagy bármi más csinálnak ezzel az ügyel. Rengeteg ötlet van még, hogy egyébként mit lehet csinálni ilyen Várjon. Helyzetben. Hogyha Vesz Tamás lakásán, abban a bizonyos széfben, vagy széfekben üres, név nélküli, kitöltetlen útleveleket találtak, ha, akkor azt mondja, hogy ezek után, mivel Vesz Tamás most már nincs, elhunyt, aki manipulálni akarja az ügyet, akkor beírhatja valakinek a nevét, akit éppen hírbe akar hozni? Például. Ez is egy lehetőség, és számtalan más lehetőség de, is hát van. Ezek a hamis, vagy hát kitöltetlen hamisításra váró útlevelek, gondolom, hogy bizonyítékként lefoglalta őket az ügyészség. Nem tudjuk, mi történt vele, maradjunk ennyiben, mert hivatalos nyilatkozat ebben nem jelent meg. Ebben újságírói hírek jelentek meg az elmúlt időszakban Magyarországon. Ügyészségnél folyó nyomozati eljárás kiszivárgó hírei. Amire azt mondja az ügyészség, hogy ő semmit nem szivárogtat. Persze nyilvánvalóan igazán az ügyészségnek vélemény. De akkor kiszivárogtat, hogyha nem az ügyészség. Ha az ügyészség Simon Gábor vallomása hogy kerülhetett a magyar nemzetbe? Hát akkor találja ki valaki. Én egyet dolgot tudok. Nekem biztos nincs információm az ügyről. Csak onnan származhat információ, ahol van ezzel kapcsolatban információ. Csak onnan szivároghat ki. És csak úgy szivároghat ki, hogy egyébként akik az információ kezeléséért felelősek, közülük valaki biztos, hogy szivárogtat. Ezért nem véletlen, hogy én ma tettem föl kérdést Keresztes Imre főügyész úrnak ezzel kapcsolatban, indítottam már belső vizsgálatot az ügyben. Úgy gondolom, hogy országgyűlési képviselőként én ezt megtehetem, hogy minimum ezt megkérdezem a főügyész úrtól, hogy miután látható, hogy az ügyben szivárog az információ. Ezért hát már eleve a bankszámlák, az ausztriai bankszámlák. Pontos összegekkel. Millió is egy dolog, amiben szivárog. Az a kérdésem csak, hogy indítottam már vizsgálatot. Kíváncsi vagyok, milyen választ fogok kapni majd Keresztes úrtól erre a kérdésemre. De visszatérve a dolognak ahhoz a lényegéhez, hogy miért is lehet ilyet feltételezni. Nézze, mi már végigértük kollégáimmal egy olyan koncepciós eljárást, amelyben azt próbálták bizonyítani, hogy mi akartuk drogügybe keverni a Hírtelevízió két emlékszem munkatársát. Rá. Emlékszik rá. De arra biztos nem emlékszik, hogy van egy jogerős bírósági döntés, amely a büntetőügyben kimondta, hogy nem mi voltunk azok.
hanem akkor jól emlékszik rá. Azaz, ma Magyarországon bíróság állapította azt meg, hogy a másik oldal volt az, aki megbízott egy tekergő, csak így mondom, egy magyar állampolgárt, annak pénzt adott és folyamatosan pénzelte, hogy próbáljon meg hamis bizonyítékokat szerezni arra nézve, hogy Veres János vagy valamelyik munkatársa ezzel a drogügyel valamilyen módon összefüggésbe hozható. A bíróság megállapította, hogy mi ezzel az emberrel semmilyen megbízási viszonyban nem voltunk, ez az ember bennünket átvert, hazudott nekünk, ellenben becsatolták Liszkai Gábor, főszerkesztő, tulajdonos úr szobájában készült hangfelvételt, amelyen Liszkai Gábor bízza meg ezt a tekergőt azzal. Ez bíróság előtt elhangzott, igen, és le... ott van, le van fűzve a bírósági bizonyítékok között. Tévedésből csatolta be egyébként a Magyar Nemzet ezt, de mégiscsak ott van, és mégiscsak rögzítése került, hogy ők bízták meg ezt az embert azzal, hogy kreált ügyet csináljon azért, hogy az akkor éppen hivatalban lévő pénzügyminisztert hogyan lehet megbuktatni. Én ezt a hangfelvételt nem hallottam. De létező bírósági iratokban le van írva. Igen, csak most én erről nem tudok, meg a bírósági iratot sem. Iratot sem láttam, hogyha elhozta volna, akkor most gyorsan átfutottam volna. De akkor... Következő alkalommal szívesen elhozom. Jó. Arról beszéljünk, hogy most én még azért mindig a ma délutáni eseményeket próbálom így tovább gondolni, meg azt, amit ön mondott, hogy nem tudjuk, hogy mi lett a bizonyítékokkal, lefoglalták, mi van velük, senki nem nyilatkozik semmi. Egyébként folyamatban lévő ügynél nem is szokott a hatóság a bizonyítékokkal. De normál ügynél szivárogni sem szokott a hatóság. Ebben igaza van, de nem, tehát az lenne a nagy baj, ha mondjuk tudnánk, hogy a bizonyítékok hol vannak, hány bizonyíték, mert nem ez a dolognak a rendje és menete, tehát hogy nem tudhatunk róla. De ön azt mondja, hogy innentől kezdve bármi előfordulhat, mert így van. Mert hogy ugye a koronatanú, akinél állítólag az útlevelek voltak, vagy aki állítólag a hamis útleveleket szerezte, ma elhunyt. Akkor most az jutott eszembe, hogy innentől kezdve ön például biztonságban érzi úgy a sorsát, hogy a saját igazát? Igen, biztonságban érzem. Én ennek érdekében tettem megfelelő óvintézkedést. Mit? Olyan közokirat áll rendelkezésre, amely ebben a kérdésben, ha majd szükséges lesz, akkor elővételre fog kerülni. Azaz, miután én ismerem ennek a hatalomnak, ennek a lakánymédiának a működését, ezért én nagyjából fölmértem azt az elmúlt héten, hogy körülbelül mi az, ami várható az ügyben a következő időszakban. És kellő időben a megfelelő óvintézkedéseket én megtettem, és ha majd szükséges, akkor ezeknek az óvintézkedéseknek a további lépésére is sor fog kerülni. Egyelőre csak azt mondom, hogy valótlan állításokat tett közzé a Hír TV és a Magyar Nemzet. A valótlan állítások miatt egyrészt kértük tőlük, el lett küldve nekik a helyreigazítás, másrészt mehetnek a bíróságra. Milyen, ha tovább folyt, milyen közokiratról beszélt? Mi az, hát a erre, közokirat? Erre én most hadd ne nyilatkozzak, mert azt gondolom, hogy az én érdekemben az áll, hogy erről majd akkor beszéljünk a következő alkalommal, amikor az ügy további szálai, vagy további hullámai, hát bekövetkeznek. Közokirat, tehát ha önnek a birtokában van valami, vagy lenne valami, azt mondja, nem nevezhetjük közokiratnak. Közokirat az, hogyha ön valamit mondjuk valahol letétbe helyezett. Például ez egy közokirat lehet, igen. Elment valahova, és egy hivatalos személy előtt elmondta az igazát, vagy leírta az igazát, vagy letétbe helyezte? Ettől picit bonyolultabb a történet. Maradjunk annyiban, de hogy ez már a múlt héten megtette? Nem a múlt héten, de még a tegnapi eseményeket megelőzően. Miért? Honnan tudta, hogy múlt héten, vagy napokkal ezelőtt honnan tudta, hogy majd hogy a Magyar Nemzet megírja, hogy ön onnan, is érintett lehet? Onnan, hogy ismerem az ellenfeleimnek a gondolkodását. Hát de miért pont ön? Van jó sok szocialista képviselő. Azért, mert velem már elég soktól megpróbálkoztak, és miután egyszer sem jártak sikerrel, ezért tudom, hogy a csőrükben vagyok. Hát az tudom, egy, az tudom, egy dolog, Liszkai de honnan Gábor, gondolta, hogy pont önt fogják majd tudom, hogy Liszkai Gábor személyesen az én fejemet űzött ki pénzt annak idején. Tudom, hogy piszkálom a csőrüket. Ezért csak azt tudom mondani, hogy én megtettem a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy ha szükséges, akkor mindenki számára világossá váljon, hogy mi alapján működik de ebben ez nincs a társaság. Logika, hogyha bejelenti az ügyészség, vagy bejelenti a kormány bármelyik tagja, hogy kérem szépen úgy hallottuk, hogy védett virágokat tépő gazembert vettek őrizetbe, akkor ön elrohan valahova, és gyorsan egy közokiratot gyárt. Honnan? Ha három újságíró... Tehát ez a dolog, ez így nekem nem... Tehát hogy tudja megelőzni ön a bajt? Hogy lát a jövőbe? Ha három újságíró egy héten belül az embernek lényegében ugyanazt az információt elmondja háttérinformációként,
akkor nagyjából ebből lehet tudni, hogy mi fog következni mondjuk 3 hónap belül. De újságírók már múlt héten kérdezték öntől, ez, hogy igaz-e? És én nyilatkoztam is, meg is jelent a Hír TV-ben. Kim van a Hír TV honlapján, de ez nekik nem volt elég. Ők úgy gondolták, hogy még tovább lehet ezt a történetet csavarni. És ebben a közokiratban mit mondott te? Majd akkor beszéljünk a közokiratról. Várjon, az ügy kimenetelét vázolta fel? Tehát, hogy akkor, mire számít? Majd akkor beszéljünk a közokiratról, ha szükséges. Csak annyit mondjon meg, nem, hogy... Nem, ne haragudjon, de erről nem lehet többet beszélni ma. A saját igazáról, a saját igazát azt elmondja itt is. Elmondja bármilyen interjúban. Természetesen. Ennek a közokiratnak ennél többről kell szólnia. Így van. Van valami bizonyíték az ön kezében, maradjunk annyiban, jelenleg, ami ebből aktuális, azt én elmondtam. Megjósolta azt, hogy mi lesz ennek az ügynek a kimenetele? Maradjunk annyiban, hogy ami jelenleg ebből aktuális, azt én elmondtam. Amikor majd aktuális lesz a folytatás, akkor fogunk erről beszélni. Hát hívni fogjuk. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm én is.